Sziasztok, én Lekim, hogy későn érkeztünk a következő FIFA 18 az utazás videónkhoz. Hát srácok, az a nagy harci helyzet, hogy az előző rész végén elindítottam egy szavazást, hogy szerintetek melyik klubba igazoljunk, az Atletibe, a Bayernbe vagy pedig a PSG-be. És hát elég egyértelműen a PSG-t szavaztátok meg, szóval a fővárosi, francia fővárosi csapathoz fogunk igazolni, viszont azokat a kommenteket is láttam, ahol írtátok, hogy azért ne a PSG-t válasszuk, mert már sokkal azt választották, akiket néztetek. Sajnálom, srácok, de tényleg, hát igazából a szavazás eredményét kell megnéznem, és a PSG nyerte a szavazást, szóval ide fogunk igazolni. De ettől függetlenül remélem, tovább fogjátok ti is nézni ezt a sorozatot, mert én élvezem csinálni, és olyan remélem, hogy ti is szeretitek ezt nézni. Tartoztam egyel. Elvileg, most hát többen, mint egyszer. Egyel. De ez egy jó kiindulás, és hát úgy néz ki, hogy akkor Michael elintézi nekünk a PSG-be való igazolást, és ugye így lett vége a negyedik chapternek. Minden elvárást teljesítettünk, és kaptunk Ultimate Timbe, Continue the Journey. Thank you very much. Nagyon jó, nagyon örülök ennek. Igazából kíváncsi vagyok, hogy igazából ez egy done deal, vagy itt még lehet valami gebasz, de ahogy látom, ez done deal. És nézzük, hogy áll a PSG a bajnokságban. Hát 5 ponttal van lemaradva a Monaco-tól, harmadik helyen van jelenleg, nem olyan rossz az. Knockback. Visszaütés. 5. fejezet. Nyugi, jó, meg leszel. Senkit nem ismerek. Biztos? Dino. Ideigazolt edzőnek a Dino. The difference you make when you come to me last year alone. This I think many people notice, no? I got a lot to thank you for too. Azt a rohadt életbe, ő lesz az edzők a PSG-nél. Oké, vár, menedzser, vár, média. Média cirkusz, nagyon jó, már megy a fotózáska, meg minden. Zsír a buli. Wow, Dino most meglepett. Én örülök neki. Ővele nagyon jól el voltunk. Ott van... igen, ott van a Pisti. Enrique. Köszönjük, hogy eljöttetek ma. Örül, nagyon izgatottak, hogy csatlakozunk a csapathoz. Na. Igen. Igen, volt pár... Miért a PSG-t választottam? Mert a lakisták azt szavazták meg. Van olyan választás? I want to take the next step in my... It's always been a dream of mine. The best players should play the best... Egy következő lépést akartam a karrierembe. Ez egy kiegyensúlyozott válasz. Köszönöm a hitet, amit belém tápláltak, nagyon örülünk, igen. Oké? Okay. Csak 18 éves vagy. How can you turn around the fortunes of a club that has already been knocked out of Europe? Már kiesett a európai izé. Pressure motivates me. You just have to take it all. Elbírod ugye a nyomást, az a kérdést. A nyomás engem motivál. Yes, baby. Yes, baby. Vicces, Hunter, vicces, nagyon vicces. Na, még egy kérdés, nyomjátok. Nyomjad. It has been a turbulent year for you, leaving your club in the Premier League, joining the LA Galaxy and now coming here. Érdekes évem. Followed your career, these constant moves, they do bring a suspicion of disloyalty. Hogy nem vagyok hűséges. Hűségtelen játékos vagyok. I don't care what people say. People are entitled to their opinions. I always give my all. Mindig mindenemet adom, ahol játszok. For me, loyalty has never been an issue. And nem a... My club believes in me, I'm happy. Nem a... I am afraid, out of time. Hát nem amiatt izé igazoltam el. Muszáj voltam igazolni, mert hát azért... Na mindegy. PSG-be igazoltunk. Nagyon jó srácok, nagyon remélem, hogy...
hogy azért örültök neki. Én amúgy szívesen játszolok a PSG-ben, hogy elmondjam az őszintén, szóval... Figyelj, PSG, ha nézitek ezt a videót, akkor csak szóljatok, gyerekek. Aztán megbeszéljük. Na! Nantes ellen fogunk játszani, és úgy nézem, hogy Emery. Ja, nem is Jézusom, Erikét mondtam. Erike az már rohadtul nem itt van, meg hát nem is volt itt. Emery, igen, bocsánat, tényleg Erikét mondtam. Úgy néz ki, hogy benne vagyunk a kezdő 11-ben, legalábbis ott azon az alsó sávon úgy tűnt. És benne is vagyunk a kezdő 11-ben, Mbappét kiszorítottuk, vagy nem tudom. Csak Huntert fogom most irányítani, Neymar a bal oldalunkon, Di Maria a jobb oldalunkon. Ennél rosszabb szélsők nem is kénének nekem, ahhoz, hogy kiszolgálják a gól szerzési lehetőségeimet. Igen. Alex Hunter PSG-ben először egy idegenbeli meccsel fogjuk kezdeni a szezon, vagy hát én a PSG-beli szezonomat. Kicsit izgulok, ezért még nem jól helyezkedem meg minden, még nem is volt nálam labda, most még nagyon izgulok. Amúgy amikor én még fociztam régen, akkor sokan ugye kérdezték, hogy nem izgulsz már csekem, vagy ilyesmi. Volt egy jó lövésünk. És amúgy mindig az volt minden meccsen, szabálytalan volt, shit, pedig ez gól lett volna, éreztem. Szóval mindig kérdeztek, hogy izgulok, és mindig azt mondtam, addig izgultam mindig, amíg először hozzá nem értem a labdához, és csináltam egy jó paszt. Csak egy kicsi jó paszt is elég volt ahhoz, hogy elmúljon az izgalom, de tényleg ez tök jó volt mindig. De gyere, itt vagyok, oké, ott indítjuk, kérem vissza Verratti! Verratti, kiadta! De! Ne! Már most mondják a PSG-ben, hogy ezek kirobott pénz volt, meg ilyenek. De nem hiszem, vagy hát elég szomorú vagyok, hogy ezt kihagytam. Verrattivel egy nagyon szép kényszerítőt csináltunk, de sajnos nem lett gól a vége. Ajjajjajjajjajj, nem baj, van már kettő kapura lövése, mind a kettő nagyon veszélyes volt, az egyik 100%-os gólhelyzet volt, szóval nem lehetek annyira boldog, de a következő bemegy. Oh, wow! Megpattant egy védőnkön a lövés. Nagyon érdekes volt, egy csel, hoppá, szávasz Pisti. Jól tudom, ezt el kellett volna passzolni, már nyomtól is a passz, sőt már lendült is a lábon, csak hát nagyon szép ütemben szerelt az ellenfelünk. Ez nem volt les. Azt hittem vezetni fognak, de itt az ideje játszani gyerekek, mert nem szabad kikapnunk az első párizsi meccsben, győzelemmel és góllal szeretnék debütálni. Shit! De nem állhat, nem tudod elpasszolni azt a mocsok labdát, hát most jöjjek hátra védekezni, vagy mi a franc? Na végre. Gyere, Di Maria. Rakd eléd. Ez az... Elvesztem azt a labdát, az a baj. Igen, ez... Hát körbekerítettek, nem igen tudtam mit csinálni. Ez az, Motta, oké, itt leadom Neymarnak. Neymar, nem tudom mit fogsz csinálni, jó, inkább a biztosra megyünk, ez az. Jó, szépen. Majd megpróbáljuk felpasszolgatni, gondolom én. Oké, okay, azaz, Di Maria szélen, jövök lyukba, de rossz Di Mariától már az első passz. Sajnos ez nem jött össze. Oké, okay, és itt is van az első fél idő vége, srácok. Nem volt egy túl eseménydús játék rész, de mindenképpen voltak gólhelyzeteink. Nekem is főleg, be kellett volna mindenképp rúgni legalább egy gólt, de amúgy nem vagyunk rosszak egyelőre, szerintem elégedettek lehetünk úgy félig meddig, de meg kell nyerni ezt a meccset. És gólt akarok rúgni. Azaz! De ezt nem hiszem el, milyen paszt adtam, és ez a Pastore hova rúgja. Hát megörülök. Na milyen Emery, milyen utasításokat az 7,7 legyen meg. Legyen egy asszisztom és nyerjük meg a meccset. Jó, az assziszt helyett jobban örültem volna egy gól feladatnak. De majd meglátjuk, hogy hozza a sors. Dani Alves. Itt vagyok, és bum! Nem baj. Allout attackra mentünk fel, ez egy nagyon jó ötlet. Itt vagyok, gyere már. Szép passz volt, gratulálok, jól van. Srácok, és kikapunk, nézd meg. Hát jó, nem rajta múlik. A következő meccset biztos, hogy az egész csapatot fogom irányítani. Apa, biztos vagyok.
Ez nagyon gáz, ami itt van. Ott az assziszt, végre valami, Thiago Silva. Yes, feljött, látott, és adtunk neki egy gyönyörű asszisztot. Nagyon jó, nagyon jó. Ejjjj, de szép volt, és ő egyből beküldte. Oké, még nem kaptunk ki, még van egy kis időnk. Ilyen bal... te... Miért nem tudja... Ez még a megye 3-ba is ciki, amikor így adod el ott a labdát a 16-osodnál. Nézd meg! Nézd meg, mit csinál ez a barom. Te jó ég! És itt van a mesek a vége, hát nem egy ilyen pázsi bemutatkozással számítottam mindenképpen. Megmondom az őszintén, csalódott vagyok, de... Nem rajta múlt, az biztos, én legalább egy asszisztot kiosztottam, Neymar vigasztal minket, annyira azért szomorúak nem vagyunk, én nem tudom ezeket elnyomni, én nem értem. Ettől függetlenül minden kihívást teljesítettünk, majdnem csak hát ugye a meccset nem nyertük meg, de a személyes dolgok azok sikerültek. Na nézzük, mi fog következni Párizsba. Dinóhoz bejövünk? Yes. Mi a helyzet? Senki nem boldog. Az elnök a... Európából ki, és a ligában hátraibb. Egy meccs sem most izé, váltsa meg a világot. Aha. Szóval még egy nagy sztárt akarnak igazolni. Szeretném kérni a te... Aha, szeretném kérni a te véleményedet, hogy melléd milyen játékost szeretnél. Thomas Müller, Antoine Griezmann vagy Dele Alli? Ez egyértelmű Griezmann. Ez egyértelmű Griezmann. Várjál, hogy nem olyan egyszerű ez, mert akkor a Müllerrel össze kéne kapcsolódnom gólt rúgni vagy asszisztolni. Itt asszisztolnom kéne Griezmannnak, itt pedig asszisztot kéne kapnom Dele Allitól. Mondjak le a gólszerzésekről azért, hogy asszisztolni tudja Griezmannnak. Húha, ez most teljes kérdés. Tudom, itt legyen Müller, nem érdekel, Müller lesz. Erről precíz. Ő is egyetért. Yes. Na, nagyon szívesen. Na, remélem leigazoljuk Müllert, és akkor Seed Canterbe verünk mindenkit, te. And Dino? És Dino? Alex? Szeretlek. Ja. Tartozom neked azért, hogy itt lehetek. Köszi. Awww. It's so cute. Oksa. Oké, ez tetszett, oké. 1v1 labdavezetés lesz az első edzésük, amit ma el fogunk végezni. És már be is mutatták Thomas Müllert. Very, very nice. Már látom a kommenteket, miért nem Griezmannt választottad, vagy Dele Allit? Azért, mert én így döntöttem. Respect. Respect my opinion. Yes, baby. Ez a klubnál. Cool. Oké, ez király. Jó fej volt Müller mindenképpen. Na nézzük! Jó, oké, Dino, fejezd be. Oké, egyve egy dribbling. Nagyon jó. Nézzük meg, hogy ez miről fog szólni. Csak ez... What? Aha, kiskapuzunk. Az very, very nice, I guess. Hopp, ez szed ki. Ó, hülye Müller, rohadjál meg. Nem lehet kicselezni. Ah, az nem fog bemenni. Az bevágta. Yes, egy-egy, jó van. Oh shit, elé feküdtem, de hála Istennek.
elrontotta ez, meg szabálytalan volt. Nem á. Shit, 2-1 neki. Yes, 1-2-2. Most oda kéne csúsznom. Kivent? Oho, szávasz! Az megszabálytalan, így van, levont tőle egy pontot, vagy hát ezret. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, és már vissza is szerezte azt az ezrest, és döntetlenre hoztuk. F. F-et kaptam. Müller kapott át. Hát mi? Ez, mi a szarról beszél ez? Ott van, eszed kicsezni. F-et kaptam, úgyhogy izé 2000 pont lett mindkettőnknek. Hát persze, öreg. Persze, még mit nem. Na figyelj, azt szed ki. Nagyon szép. Mi az, hogy még egyszer jöjjön? Na jó van, jó, de az kimegy, jó van, jó van, jó van. Na én jövök. Ott van, szevasz, jó. Jók vagyunk. Jók vagyunk egyelőre. Ezt nem kellett volna bekapni. Megpróbáljuk ezt, nem ezt a cselt akartam, hát de, na mindegy. Ah, pedig kicsit ben lett volna. Na jó van, Müller, hát hogy már, és megint effet kaptam. Na jó, hát na, ez engem nem fog érdekelni. Curse Face. Oké. Müller megint le fog nyomni engem, figyelj meg. Jó van, szép, 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 ezt megnyertem. Azt elveszítettem. Jó, de jó lassú. Azt meg ő mellé rúgta, oké. Na, még egy lehetőség van. Szép, ő elesett, azt meg berakjuk. Vagy nem. Na, most miénk lett az A? Nagyon jó. Ja, hogy egy nyertes van, meg egy vesztes, de... De ha döntetlen, akkor miért én vagyok a vesztes? Azt nem értem. Na mindegy! Nem számít, srácok! Oké, okay, köszönöm szépen, Dino, nem érdekel a szöveged. Nyomjuk a következő részét a mi kis utazásunknak. A Monokót fogadjuk! Na ez... Ez meccs lesz! Ez meccs lesz, és az egész csapatot fogom irányítani. Mert én nem fogok még egy olyanba beleszaladni, mint az első meccsem ma, mert az... Az a kritikán aluli volt, amit a játékosok csináltak maguktól. Na nézzük! Ott van Müller. Müller fölött miért van olyan kék? Nem tudom pontosan, hogy miért, de ettől függetlenül nem baj. Oké, Müllerre sajnos eladtuk a labdát. Én amúgy természetesen nem úgy akarok játszani, hogy minden Hunterről jöjjön ki. Ott van Müller például. BUM! Nem úgy fogok játszani, hogy minden Hunterről jöjjön ki. Az a lényeg nekem most, hogy a csapat menjen előrébb. És hogy nyerjünk. Vezetünk is egy nagyon szép góllal. Oké, okay, Hunter, oda fölrakjuk. Ez az, Müllert ugratjuk. Be kéne várni Hunter, talán visszaér. Az jobb lópatton! Hunter eléggé kiszorított helyzetbe, megpróbálják visszafejelni. Nem jött össze, nem jött össze, sajnos ez... El lett kicsit rontva ez az akció, de még itt vagyunk elég közel és elég sokan letámadunk. Ájjj, az nem lett jó passz Hunternak, pedig ebből helyzet is lehetett volna, azt megállítjuk, így van, Marquinhos, aki utána el is adja a labdát, sajnos ezt nem így akartam, és Jézus Krisztus, micsoda gólt vágott a srác! Mbappé, aha, oké, okay. Cél, Neymar megy, ez az Neymar fiam, nyomjad, megnyomjuk ezt a cselt, így van. Ha Müller, yes, 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 kiadjuk Neymarnak, yes. Ott a passz, és gól. Wow, micsoda védés volt ez. Oké, okay, hol van Hunter, most Hunterről megpróbálunk valamit csinálni, fiam. A szabad, lesérült Hunter. Ugye nem úgy, ugye nem annyira sérült le, hogy úgy... Hát gondolom... Ne! Ne már!
Most ez direkt volt így, vagy most ilyen... Megsérültél, le kell téged venni. Nem, rendben, rendben. Igaza van Dinónak, nem kockáztathatjuk azt, hogy a sérülésem komolyodjon. A rohadt életbe. A rohadt életbe! Most ennek nagyon úgy nézem, hogy így kellett történnie. Oh shit, hát... Ennek nem örülök. Az nem néz ki túl biztatóan. Oksa. Na nézzük a teszt eredményeket. Nem túl boldog. Ez király. Ez király. Kihagyjuk a szezon többi részét. Alex, I'm afraid it is not good news. Ez nem jó hír. A grade 3 meniscal tear. Hármas osztályú izom húzódás. With a concentrated program, we hope to have you return by the beginning of March. Márciusba? Két hónap. I too wish this wasn't true. But some decisions are not ours to make. You are free to return home, if you wish, until the cast is removed. Then we are sending you to a specialist in Los Angeles to begin the rehabilitation. Hazamehetsz, hogyha akarsz, amíg fel nem épülsz, aztán küldünk Los Angelesbe egy embert, aki majd meggyógyít. ez nem jó, ez nagyon nem jó. Srácok, igen, rivális. Thomas Müller, strike partner, different strike partners have different play styles. Aha, hogy minél jobban dolgozunk össze, akkor leszünk már csapattársak, aztán partnerek, aztán strike force, aztán telefatélből. Jó, srácok, igazából ez lett volna... Lecsosszott a kontrollerem, ez lett volna ez a mai rész. Hát minden mondjak, ebben a részben sokat fordult a világ, eligazoltunk a világ egyik legnagyobb csapatához, aztán lesérültünk két hónapra. Meglátjuk, hogy folytatjuk a történet. Nagyon remélem, hogy tetszett nektek ez a rész, ha így van, akkor dobjatok rá egy lájkot, találkozunk legközelebb, és én Láki voltam. Sziasztok!